Üdvözletem és a legjobbakat! A mai videómban szereplő figurát csak azután fogom bemutatni nektek, miután elhangzik az, hogy ezt a videót mindenki saját felelősségére tekintse meg, mert nem vállalok felelősséget azok iránt, a borzalmak iránt, amiket most látni fogtok. Ugyanis ma nem teljes mértékben egy Transformers figura bemutatásra, hanem egy Animorph figura, és abból is az X, nem EX, hanem XAX figura kerül bemutatásra. Nos, íme teljes nevén, és ezt most a számítógépről kell nézzem, teljes nevén Aximil Ezgarut Isthil, és amennyiben ezzel valakinél megidéztem egy ősi démont, igazán sajnálom, de nem tehetek róla. Nos, Aximil Ezgarut Isthil, azaz inkább ezen videó során többnyire Ax néven szólít a figura, amint láthatjátok, egy Kaham skorpió, és ez az ő alternatív módja. Tehát ez az a figura forma, amiben ő morfizál, átalakul, formát vált, vagy ki tudja, milyen megfelelően nevezzük ezt a dolgot, és azért döntöttem úgy, hogy az alternatív módjával kezdem a videót, ugyanis az ő normál módja sem az, amire az ember számítana, pláne az ő esetében, ugyanis már azt előre elmondhatom, hogy ő nem egy földi lény egyik módjában sem, hanem egy földön kívüli, egy általam meg nem nevezésre kerülő világban, ugyanis véletlenül botlottam bele ebbe a figurába, és még véletlenül sem ismerem az animorfok háttértörténetét, amennyiben a kőkemény magyar animorf bázis ezért megtámadná csöpnyi csatornámat, előre is elnézést kérek, de térjünk is rá az itt látható figura milyenségére, illetve méreteire, mert bizony egy méretes jószággal van dolgunk, már csak abból is látva, hogy kedvenc Lego emberkénkhez képest őkelme mekkora is. Igen, és amint láthatjátok, miközben itt Lego emberkénket képes és közelebbről megnézi, Excel így viszonyul kedvenc Lego emberkénkhez, akit szerintem mintsem az ebédje tekint, és így viszonyul a nálánál már egy fokkal nagyobb, de őtőle mindinkább tartó hős továnkhoz képest. Nos, amint láthattátok, azon kis bónusz funkcióval rendelkezik, hogy amennyiben az itt a kezén látható gombot megnyomjuk, akkor ez becsukódik. Túlságosan nem változtat a méretén, de ez egy funkció, amit most gyorsan megemlítettem. Most még így a méretek előtt, meg közben. Nos, félretéve mérő egységeinket és előhozva az egyetlen konkrét mérőeszközt, mérőmanót láthatjuk, hogy őkelme több mint 15, azaz pontosabban 17 cm széles, hosszaságát tekintve, farkát ki nem nyújtva 18, farkát teljes hosszában kinyújtva 23 cm hosszaságú, tehát vetekszik néhány valódi skorpió méreteivel. Nos, előre megjegyezném, hogy nagyon klassz színei vannak ennek a figurának, és ez volt az egyik indok, amiért őt beszereztem, mert egyszerűen megtetszett azon képregény bőrzén, ahol őt kelmét beszereztem. Nos, fejet tekintve egy érdekes csápos skorpióval van dolgunk, és csápjai mellett vannak ollói is, amikről korábban beszéltem, és itt van az a kis ominózus gomb, amit ha megnyomunk, ezek így becsukódnak. Továbbá lenne még egy harmadik funkciója, ami itt felül, ezen plusz szúró részen lenne
prominens, azaz fontos, ami egy kilövő lenne, egy lövedékkel, de őszintén szólva, amikor én egy figurát beszerzek, az egyik legkevésbé érdeklődő dolog, amit figyelek ilyenkor, hogy megvan-e a lövedéke a figurának, mert jól tudom, hogy ad egy, én nem fogok lövedezni vele, hát kettő, a figurát általában nem zavarja, hát három, ha meg is van, akkor is csak egy zacskóban fog lakni a többi Transformers kiegészítő mellett. Nos, ha már így megnéztük X milyenségét az ő skorpió formájában, nézzük meg, hogy hogyan tud mozogni. Ugyanis az itt látható összes végtag képes valamilyen szinten oldalra mozogni, föl lemenni, és majdhogynem mindegyik gömbcsukló van. A majdhogynem mindegyik alatt az előső pár végtag, a mögötte lévő végtag, a középen, hát a utolsó előtti végtag, és igen, ennyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gömbcsuklós végtag van, és ez a kettő pedig len egy kicsit korlátozottabb mozgásban, de ettől még egy érdekes valamivel van dolgunk. És ami ennél érdekesebb az, hogy őkelme mivé is alakul. És most kérem azokat, akik a különböző Eldritch horroroktól férnek, hogy tekintsenek félre, ugyanis egy olyan átalakulás következik, ami nem a gyenge idegzetűeknek való. Szóval és tettel és egyebekkel kezdjük meg a dolgot mindenféle mellébeszélés nélkül. Első lépésként a hátára fordítjuk a figurát, és ezt az egész hasi részt visszahajtjuk ígyni, miközben ezt a részt átforgatjuk ígyni. Egyelőre itt is hagyjuk a dolgot, ugyanis így egy picit följebb ígyni, ugyanis ide hátra jövünk, ahol ezt a két részt összehajtjuk, fölemeljük, arra figyeljünk csak, hogy ezen két rész ugyanilyen irányba nézzen, ezt onnan lehet tudni, hogy hol vannak ezek a kis pöckök. Az egyik oldalán lyuk van, a másikon meg áll, szép kis gomb. Ezeket megforgatjuk, és itt hátul összenyomjuk ezt az érdekes szúró farok jellegű részt. Nos, aki ideig eljutott a videóba, ezt próbálja meg megtippelni, hogy mivé alakul át, majd nézze tovább. Nos, időközben haladunk előre, így né, megvan a farok, majd pedig len ezt a részt fölhajtjuk, és most jön az arc leleplezése, ugyanis ezt a részt előre hajtjuk, ezt az egész részt ide föl, és előhozzuk a bugyrok bugyrából Ax fejét. Igen, ez az ő feje. Nem egy emberi fej, hanem azon furcsa idegen feje, ami ő éppen lenni akar. Nos, ezt a lenni akaró idegent tovább formáljuk azáltal, hogy a csápokat fölhajtjuk ide egymás mellé. Arra figyeljünk, hogy itt ez a két fönti rész összeérintkezzen, majd ezt az egészet lefedjük az itt fölhajtott résszel, és ezzel a két kis lukkal, amiket ide fogunk rányomni. Így. Igen, ha nem ér el eléggé, akkor csak itt kell egy kicsit igazítani rajta, így. Mit nem mondjak, ezen része egy kicsit küzdelmes a dolognak, de hamar ráérezhet az ember. Így. Ezt követően ezt a lábat megfogjuk, és így körbe forgatjuk egyik oldalt, majd ugyanezt a másik oldalt is, így. Ezáltal jön elő az ő érdekes lólába, amit itt lóbál. Ugyanez a másik oldalt is megfogjuk és lehajtjuk, úgy, hogy ezen kisebb pöcök errefele nézzen. Végül, de nem utolsó sorban, itt ezeket a részeket lehajtjuk itt, és itt. És a legutolsó lépésként ezeket az állati
karmokat visszahajtjuk, és fölfedjük Axil kezét, akiről mindjárt többet is fogunk mesélni. Nos, íme itt áll előttünk az ő teljes kecsességében, még egyszer megnevezve Aximil, Exeguthul, Isthil. Ezt a nevet nem akarom a mai nap többet kiejteni, mert már így is eléggé széttörő a nyelvemet. Nos, viszont ami nem töri szét a nyelvemet, az az, hogy megmutassam, hogy Axtil az ő furcsa fején kívül érdekes kezekkel is rendelkezik, ugyanis nem egy, hanem kettő hüvelykújja van mind a két kezén, ami renden kívül mód bizarrá teszi őkelmét, illetve még az a tény is, hogy az ő skorpió jellegű farkával csupán önmagát képes hátba verni. Talán ezzel rázza le magáról azokat, akik éppen megpróbálnak meglovagolni ezt a kentaur bogár skorpió hibridet. Ironikus, hogy skorpió farka van, még így az ő ember, nem robot, lény formájában is, ami nem a megszokott. Nos, a mozgathatóságát tekintve, Axnak a vállai gömbcsuklón vannak, igaz, kicsit korlátozottan lehet mozgatni, de nem én vagyok a különböző földön kívüli anatómiáknak a professzora, szóval lehet, hogy ő konkrétan csak ennyire tudja mozgatni magát, még az ő saját világában is. Ezzel szemben lába szépen tud előre-hátra menni, az ő kénye kedve szerint. Ahogy már másikor korábban említettem, a hátán lévő farok képes saját magát megszúrni, illetve hátra nyújtani. És azoknak keveseknek, akik azt kérdezik, hát de miért nem fordítom csak meg ezt a tüskét? Nos, így nem tudom megfordítani a tüskét, és ha én megpróbálnám a másik irányba tenni a tüskét, azt az akadályozná meg, hogy csupán az egyik oldalt vannak ezen kis pöckök, amikkel össze tudom tenni, szóval eleve egy halálra ítélt ötlettel van dolgunk. És most még egyszer össze kell nyomnom ezt a részt. Nye! Írni! Szóval érdekes páros ujjú patás, négy szemű, skorpiófarkas, két hüvelyek ujjas, renden kívül módon űrlényfejű figuránk minden tekintetben érdekes, még méreteiben is, ugyanis Lego emberkénkhez képest igencsak magas, ahogy az már megszokott egy általános figurával, és hőstrovánknak körülbelül az ágyékáig ér, de mit ne mondjak, ő sem akarna semmiféle dolgot ette az érdekes kislánytól. Nos, gyorsan kivéve őket a képből, megnézhetjük, hogy mekkora és valójában X ezen módjában, ugyanis hosszúságát tekintve körülbelül 15-6 között, 15 cm, talán ha teljesen kinyújtjuk, akkor annál még hosszabb is, 17-6 cm hosszú, magasságát tekintve pedig 15 centi, széltépen pedig annyira nem vészes, csupán 10 cm, ha nagyon beleszámítjuk ezeket a tüskéket, lábainál pedig 6 centi. Szóval, igen, egy kimondottan érdekes figura ez az Ax. Nem mindennapi látvány, és nem mindennapi darabja lesz a gyűjteményemnek, akit nehéz lesz beillesztenem őszintén szóval bármelyik részre is, ugyanis tulajdonképpen Beast Former, de ő nem robot, és tulajdonképpen annyira nem is Transformer, de az, illetve régi, de nem annyira, szóval ki tudja, hova illik bele,
Minden esetre a gyűjteményem része, és egy érdekes figurája a gyűjteményemnek. Nos, köszönöm, hogy megnézted a videómat. Amennyiben tetszett, kérlek, hagyj egy lájkot, amennyiben egy megjegyzéssel lenne kedved, azt itt teheted meg, és amennyiben hasonló tartalmakra vagy kíváncsi, kérlek, itt iratkozz föl. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, és a továbbiakban is a legjobbat kívánom. Sziasztok!